Ismét aranyat érő beszélgetéseknek, gondolatoknak lehettek fültanúi az Aranybulla könyvtárba látogatók. Ez alkalommal Egerházi Attila és Elsimon László volt a vendég. A József Attila díjas író nagyon örült a meghívásnak, hiszen, mint mondja, mindig öröm, amikor szülővárosában oszthatja meg az irodalomról és életéről gondolatait. Most már több mint 30 éve foglalkozom valamilyen szinten irodalommal, ami azért elég sok idő. Azért mondom, hogy valamilyen szinten, mert olvasó, szerkesztő, könyvkiadó, kiadói szerkesztő, folyóirat főszerkesztő, minden voltam, és hát nyilvánvalóan, mint hogy 16 vagy 17, nem is tudom hány könyvem jelent meg, ezért nyilvánvalóan költőként és íróként is próbáltam valamit letenni az asztalra. Hát az életemnek az egyik legfontosabb része a családomban, a gyerekeimen túl az irodalomban való részvétel, aktivitás, írás. A Székesfehérvári Balettszínház igazgatójának és a József Attila díjas író, költő, szerkesztőnek már volt közös múltja, hiszen Elsimon László szövegére készített koreográfiát Egerházi Attila rendező koreográfus 2022. májusában. Az igazgató elmondta, azon túl, hogy egy régi jó ismerősével társaloghatott, nagyon szereti az ehhez hasonló beszélgetéseket, hiszen mindig elgondolkodtatják, és egy-egy gondolatból akár tanulhat is. Ahhoz, hogy valamit átadjunk, vagy valamit kifejezzünk magunkból, ahhoz nekünk azt nagyon jól kell ismerni, és arra kell szorítani magunkat, hogy azt átolt szettik megismerjük, és így tudunk új utakat felfedezni. És a beszélgetések is, az ilyen típusú beszélgetések arra jók, hogy provokálják a beszélgető partnereket, és közösen fedezzünk fel új utakat. A sorozat szerdai alkalmának a különlegessége az volt, hogy a házigazda nem megszokott módon Bokros Judit újságíró volt, hanem Bakonyi István, József Attila díjas irodalomtörténész, aki nagyon örült a lehetőségnek, hiszen ahogy fogalmazott, két nagyon értékes ember gondolatait hallhatták a résztvevők. Tudjuk, hogy Elsimon László, mint közéleti ember, író, költő, muzeológus, szerkesztő, szerte az országban mozgott és volt jelen, volt a Magyar Író Szövetség titkára is, például a Kalász Márton elnökség idején. És hát Egerházi Attila pedig egy világlátott művész, aki létrehozta 6 évvel ezelőtt a Fehérvári Balettszínházat, és hát a művészei is jó rész ugye külföldről jöttek. Én azt gondolom, hogy olyan egyetemes értékeket hoztak létre, amiről mindenképpen érdemes beszélni. Az aranyat érő beszélgetések népszerűségét mi sem mutatta jobban az este folyamán, hogy ismét teljesen megtelt a nézőtér, a beszélgetés pedig vastapssal zárult.